Figyelem, türelem, előzékenység és természetesen a szabályok betartása. Ezek mind szükségesek lehetnek a közlekedési balesetek elkerüléséhez. Úgy tűnik, a magyar autósok tavaly jól szerepeltek az imént említett dolgok terén. Hogy milyen adatokra, eredményekre alapozhatjuk ezt a kijelentést, az is kiderül mai adásunkból. Mindenek előtt mutatjuk, mi jön még a következő bő fél órában. Eredményes évet zárt Csenger, tervekből és feladatokból idén sincs hiány a településen. Adómentes pálinka főzés újabb mérföldkőhöz ért az úgynevezett pálinka szabadságharc. Kedvező tendencia, jóval kevesebb baleset volt tavaly a magyar utakon. A járványhelyzet ellenére is több komolyabb beruházást megvalósítottak Csengerben az elmúlt egy év során. Többek között új buszpályaudvar, kerékpárutak, felújított sportkomplexum és ipari park építése egyaránt 2020 krónikájához tartozik a városban. Az önkormányzat hatékonyan védekezett a koronavírus járvány ellen is, ami jó alapot adhat az idei fejlesztések előkészítésében. Az elmúlt egy évben az egészségügyi és az állami szféra mellett az önkormányzatokra is nagy teher hárult a járvány megfékezésében. Csengerben igyekeztek a lehető leggyorsabban reagálni, kiemelten odafigyelve a szociális, valamint az oktatási nevelési intézményekre. Ugye az intézkedéseket az önkormányzat is meghozta, hiszen nekünk is van itt egy bentlakás intézményünk, emellett több mint 100 idős gondozunk el a házi segítségnyújtás keretében. Azoknak a dolgozóknak, kollégáknak, akik az idősekről, betegekről gondoskodnak, nekik védőfelszerelést adtunk, védőkesztyűt, szájmaszkot, természetesen olyan kéztisztítókat, amelyet használhatnak minden nap, valamint minden intézménybe elhelyeztük ezeket. Meghoztuk azokat az intézkedéseket, a látogatási tilalmat, hogy nem lehetett bejönni a bentlakási idősök otthonába, de a kollégák nagyon jól kitalálták annak a módját az internet felhasználásával kapcsolatosan, hogy a hozzátartozók hogyan tudnak beszélgetni a bentlakó időseikkel, szüleikkel, nagyszüleikkel, hogy azért mégis kommunikáció legyen meg, hát meg természetesen azért ebben a helyzetben nagyon fontos az, hogy mentálisan is és a lelkileg is tudjuk egymást segíteni, hogy az idősek a gyerekeikkel, hozzátartozókkal tudják tartani a kapcsolatot. Az általános iskolában, óvodában, bölcsödében szintén ezek az intézkedések meg lettek hozva. Ott is kézfertőtlenítőket tettünk ki, a szülőknek egy meghatározott helyen lehetett várakozni a megfelelő védőtávolságokkal, és úgy például bölcsödében is a gyerekeket úgy hozhatták el, ezeket a jogszabályokat betartva, és úgy vihették haza majd munka után. Én úgy látom, hogy és azt láttam az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban is, hogy Csenger lakossága teljesen betartotta ezeket az intézkedéseket. Köszönöm is nekik az együttműködést, és én úgy gondolom, hogyha most már megindultak a védőoltások, Csengerben már a múlt héten elkezdték az orvosoknak az oltását, és az egészségügyi dolgozóknak a védőoltását, és bízom benne, hogy most már folyamatosan tovább fog menni a szociális dolgozóknak az oltása, és már megkezdődött, és remélhetőleg, hogy egy-két hónapon belül már a lakosságnak az oltása is megkezdődhet, és végre kilábalhatunk ebből a mostani helyzetből. A csengeri önkormányzat vállalkozó kedvét nem betette vissza a koronavírus járvány. Forrján Zsolt szerint rég várt hiánypótló beruházásokat sikerült megvalósítani 2020-ban. Tavaly évben, 2020-ban nagyon sok munkát hajtottunk végre Csengerváros önkormányzatának képviselőtestülete, a kollégáimmal és az itteni lakossággal közösen, hiszen egy új buszpályaudvart építettünk meg és adtuk át, amelyre kormányzati támogatás volt. Orbán Viktor miniszterelnök úr támogatta a buszpályaudvarnak a megépítését. Ez a buszpályaudvar azért különleges, mert megtartottuk a csengeri hagyományokat, a Makovec örökséget és az organikus építészetet tovább vittük, tehát maga ez a buszpályaudvar is organikus épület lett, és ez már Csengerben a 18. ilyen épület, amely a Makovec Imre keze munkáját dicséri. Ebben a buszpályaudvarban teljesen a 21. századnak megfelelően már vizes blokkok találhatóak, megfelelő buszfordulók, parkolók vannak, az utazóközönségnek van várakozó hely, fűtött várakozó hely, ami a régi buszpályaudvarokból hiányzott, hiszen sem szociális blokk nem volt benne, sem parkolót nem tudtunk kialakítani, hanem az utcélén álltak a buszok, onnan indultok el, és ezért gondoltuk, hogy egy új buszpályaudvart fogunk létesíteni, és ezt a tavaly évben, szeptemberben adta át nekünk Szijjártó Péter külügyminiszter úr.
aztán kerékpárutat építettünk. Az ipari parknak az első ütemét adtuk át tavaly, ami azt jelentette, hogy a régi földutakat és a makadám utakat aszfaltoztunk le 6 méter széles úthálózatban, teljes közművet építettünk ki, és egy teljesen új részt alakítottunk a meglévő ipari parkhoz, azért, mert több jelentkező is jött már, akik elkezdték ott az építkezéseket, ingatlant vásároltak már, egy zöldséggyümölcs feldolgozó is vásárolt ott ingatlant, és az ipari útnak a végén pedig a Büntetés Végrehajtási Intézetnek 5,5 hektárt adtunk át a magyar államnak, hiszen nagyon bízunk benne, hogy hamarosan elindul az építése. Most ugye a Covid helyzet miatt, a járvány miatt nem tudták elkezdeni a beruházást, de nagyon bízom benne, hogy ha túl leszünk most ezen a Covid járványon, akkor minél hamarabb az új börtön is elkezd Csengerben épülni, hiszen 250 fiatal várja azt, hogy tudjon munkába állni, mert 250 munkahelyet létesítene ez a Büntetés Végrehajtási Intézet is. Megkezdtük a sportkomplexumnak a felújítását, építését, új műfüves pályát építettünk, elkezdtük a nagy műfüves pályának az építését, egy vadonatúj futópályát, rekordtán futópályát építettünk tavaly, kondiparkot hoztunk létre a sportolni vágyó fiataloknak és időseknek, és nyilván minden olyan sportolni vágyó csengeri lakosnak, akik a sportkomplexumban fogják majd a estéket vagy a hétvégeket tölteni, aztán öltözőt újítottunk fel, és egy teniszpályát is építettünk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tovább fejlesszük a belterületi utaknak a felújítását, vagy tovább vigyük a belterületi utaknak a felújítását és építését, ezért tavaly is több kilométer utat újítottunk fel, és szeretnénk ezt majd a jövő évben is tovább folytatni. Megvalósítottuk a régi halomgödör helyén egy ökotavat építettünk, amely egy határon átnyúló pályázatból valósult meg, egy rohúból, egy román-magyar pályázatból építettük meg ezt az ökotavat, amely végre már Csengernek az egyik színfoltja lett, hiszen nagyon rossz állapotban volt az a terület, és így rehabilitálni tudtuk. Játszótereket építettünk a városban több helyen, pontosan azért, hogy mert nagyon sok gyerek született az elmúlt években is, és nagyon bízunk benne, hogy ezután is, azoknak a kormányzati támogatásoknak köszönhetően, amik jelen pillanatban is vannak, és úgy gondoltuk, hogy nem csak az új bölcső, de szükséges, ugye ez a legfontosabb, de emellé játszótereket is kell a gyerekeknek építeni, és többet a településen, hogy a szülők minél hamarabb el tudják érni ezeket a játszótereket. Fontosnak tartottuk nem csak a Covid járvány miatt, hanem már előtte is az egészségfejlesztési irodának a kialakítását, ezért beindítottunk egy egészségfejlesztési irodát. Ennek az a feladata, hogy prevenciót alkalmazza, tehát a megelőzést. Ha viszont valaki már krónikus beteg, akkor pedig nekik a kezelésében tudnak segíteni. Ebben az EFI irodában több orvos vesz részt a Csengeri Járóbeteg Szakellátó Központból, és olyan fiatalok, akik a megelőzésbe kijárnak a munkahelyekre, iskolákba, intézményekbe, és nyilván hirdetik azt, hogy hogyan kell egészségesen élni. Folytattuk a gyermekesély programnak is a hátrányos helyzetű gyerekeknek a felkarolását, és természetesen egy ilyen gyermekesély programban pedig több munkahelyet is tudtunk adni, nem csak Csengerben, hanem Csengeri járásban és a kistérségben is egyaránt. Mezőgazdasági feltárút építettünk a 49-es főúttól lefelé. Nagyon fontos, mert rengeteg sarat hoztak fel a gépek, és így már nem olyan veszélyes az az útkereszteződés, és így gondoltuk, hogy a jövő évben is szeretnénk majd ilyen mezőgazdasági feltárútakat építeni. Egy nagyon nagy tervünk van a jövő évben, hogy Csenger központját elkerülnénk egy ilyen mezőgazdasági feltárút építésével, és azokat a nagy gépeket akkor ki tudnánk vinni a központból, és gyakorlatilag Csengert megkerülve tudnák a földterületeket majd megközelíteni. Ez jó a gazdálkodóknak, és jó nyilván az itt élő, a településen élő embereknek is egyaránt. Tervekből és feladatokból pedig 2021-ben sincs hiány Csengerben. Már elnyert pályázatunk is van. Az új bölcsődét, amit másfél évvel ezelőtt adtunk át két csoportszobával, muszáj vagyunk megbővíteni, hiszen hála jó Istennek rengeteg gyerek születik Csengerben, és ezért még plusz két csoportszobával bővítjük, ehhez 170 millió forintot nyertünk, ezt még idén elkezdjük ezt a bővítést. Aztán az ipari park második ütemét is megnyertük, erre 700 millió forintot nyertünk, és azért fontos a második ütem, hiszen Csengerbe a két bejövő útszakaszt teljesen leaszfaltozzuk, közvilágítást fogunk a jelenlegi ipari parkban kiépíteni, és egy új üzemcsarnokot fogunk megépíteni, amely
jel, nem titkoljuk, hogy nyilván szeretnénk azokhoz a nagy gyárak, az üzemekhez csatlakozni begyártásra, amelyek jelen pillanatban nagyobb városokban, mint Debrecenben is most jelen pillanatban települnek, vagy települtek, és ezért ehhez mi is kapcsolódni szeretnénk az ottani ipari park fejlesztéséhez is. A topos pályázatokat ki fogjuk használni a jövőjében, méghozzá belterületi vízrendezést tovább fogjuk az árok építéseket, csatornarendszerek építését folytatni a településen, valamint a belterület útnak a felújítását is folytatni fogjuk. Új kerékpárutat akarunk még építeni a határ felé, és jártákat, gyalogutakat fogunk majd még továbbra is felújítani. A mezőgazdasági feltárútot, ugye beszéltem, nagyon fontos, hogy a gépeket ki tudjuk majd a központból vinni. Aztán megvásároltuk a volt TS irodát, amelynek a felújítása jelen pillanatban is zajlik, és emellett pedig gondolkodunk egy tiszta új idősek otthonának az építésében is. Az intézményeknek a további felújítását készítjük most jelen pillanatban elő, amelyet szintén pályázatból szeretnénk megvalósítani, és reméljük, hogy egy nagyon nagy álmunk válik idén valóra, méghozzá a mentőállomásnak a fejlesztése, felújításának a tervezései zajlanak, és ígéretet kaptunk a Magyar Mentőszolgálat, a Mentőszolgálat országos igazgatójától, hogy egy esetkocsit is fog Csenger kapni, ahogy a köznyelv hívja, egy rohamkocsit, és ezzel minél hamarabb el tudják érni azokat a betegeket, krónikus betegeket, súlyos betegeket, akik itt élnek a térségben, és nem kell megvárni, hogy 30-40 kilométerről érkezzen meg az esetkocsi, hanem azonnal Csengerből is be tudnának avatkozni, és erre ígéretet kaptunk igazgatótól, és nagyon várjuk, hogy ez minél hamarabb be tudjon indulni ez a szolgáltatás is. Nem titok az, hogy a turisztikában is elindultunk. Csenger és Komlót-Tótfalut önkormányzatával közösen megterveztettünk egy hídépítést a Szamoson, hogy itt mindig volt híd az elmúlt évszázadban is. Sajnos 1970-es árvíz után egy nagyon rossz kormányrendelettel lebontották, és megszakították Csenger, Komlót-Tótfal, Nagygét közötti átjárhatóságot. Ezzel teljesen tönkretették azt a két települést, és mi úgy gondoltuk az ottani polgármester kollégámmal, hogy be fogjuk adni egy olyan hídra, ami kerékpáros és gyalogos híd lesz egyben, és a két települést össze fogjuk kötni, és erre természetesen a turisztikai attrakciókat is rá fogjuk építeni, a csengeri és a komlótótfalusi lakossággal közösen gondolkodva, azért, hogy hogyan lehet ebbe az itt élő embereknek is vállalkozást biztosítani, megélhetést biztosítani a turisztikából is, és minél jobban kihasználni az itt lévő, szatmári tájon lévő értékeinket. Január 1-e óta Magyarországon adómentes a pálinka főzés azok számára, akik maximum 86 liter 50 fokos gyümölcspálinkát állítanak elő. Igaz ez a saját desztilláló berendezést használók esetében, és azokra is, akik egy bérfőzde szolgáltatásait veszik igénybe. Az egyébként is nehéz helyzetben lévő kereskedelmi főzdékre azonban a mentesség nem vonatkozik. Köszöntöm a stúdióban Csobolya Attilát, a Várda Drink ZRT pálinka főzdéjének üzemvezetőjét. Jó estét kívánok! Köszönöm. Mi volt vajon a kormányzat szándéka akkor, amikor megalkotta ezt a rendeletet? Hogyan látja? Hát először is visszanyúlik oda, ilyen 2010-re, amikor a kormányzat ingyenesé akarta tenni a magánfőzdék számára a párlatfőzés lehetőséget. Itt a cél az volt, hogy akinek van mondjuk egy vagy két gyümölcsfája, és hobbiként saját terméket akar előállítani, ennek legyen lehetősége. Meg is tették nagyon sokan. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy 25 ezer hivatalosan regisztrált magánfőző berendezés van regisztrálva, és ezek nagyságrendileg egy ilyen 5 millió liter 100 szájékra vonatkozhatott párlatot állítanak elő, mondjuk 10 millió liter párlat. Ennek egy része sajnos nem ezt a célt szolgálta, amit a törvényalkotó tervezett, de ez egy másik számcíme. Mondhatjuk, hogy akár itt a fekete gazdaság irányába is mozdult egy picit ez az ágazat? Hát sajnos a kereskedelmi főzdék úgy érzik, hogy igen, ugyanis a kereskedelmi főzetett pálinkáknak az értékesített mennyisége az jelentősen lecsökkent, és most ott tartunk, hogy kb. 40 olyan főzde van az országban, aki csak kereskedelmi főzdést folytat, a 190 bér és magánfőzdén túl, illetve olyan bér és kereskedelmi főzdét folytatók közül,
és ezeknek a főzdéknek most a túlélésért kell küzdeniük. Mi az, ami megnehezíti ezeknek a kereskedelmi főzdéknek a működését, a létezését? Hát most részben a Covid helyzet is megnehezíti, de ezen túl elsősorban ez az ingyenes adó, ez nehezít a sorsunkon. Ugyanis, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk az egyszerűség kedvéért mondjuk egy fél liter 50 fokos pálinka, mondjuk ha 5000 forintba kerül, akkor ennek majdnem a fele csak adó. Mert itt van egy kereskedelmi milyen jövedéki adó. Adókat kell fizetni? Van egy kereskedelmi jövedéki adó, amit mindig megfizetünk 100%-os mértékben, van rajta egy ilyen népegészségi termékadó, egy úgynevezett chipsadó, meg van az egésznek az áfája. Korábban egyébként január 1 előtt a bérfőzdéknek, ennek a kereskedelmi jövedéki adónak a felét kellett megfizetni, ami mondjuk 1 liter 50 fokos pálinkánál 835 forint volt. Tehát most január 1-től annyival olcsóbb a bérfőzés, illetve a magánfőzősöknek is most már ezt az adót sem kell befizetni. Nem csak az adók terhelik a kereskedelmi főzdéket, hanem vannak egyéb kötelezettségek, elvárások, amiknek meg kell felelniük. Ennek is költsége van. Így van, tehát nagyon sok szabályozás van, mi minden élelmiszeripari üzemnek, a pálinka főzdének is a NÉBIK által előírt, de ugyanúgy a tűzoltóságnak a megfelelőségének eleget kell tenni. De ha azt nézzük, a fogyasztót végül is a pálinka érdekli, hogy amit levesz a polcról mondjuk ilyen drágan, akkor jó jár-e. Azt tudom mondani, igen, jó jár, ugyanis elhoztam egy ilyen jegyzőkönyvet, lehet látni, hogy hány elemre vizsgáltatjuk be kötelező jelleggel a pálinkáinkat, és ami kereskedelmi forgalomba kerül, és pálinka zárjegyet tartalmaz a termék, az biztos, hogy egészségre nem ártalmas, tehát ott mindenféle egészségügyi szabványnak, törvény által előírt szabálynak elő megfelel minden egyes gyártó, ami a polcra kikerül. Ugyanis, hogyha rendszeresen a NÉBIK ebből vizsgálódik, és hogyha valamit nem megfelelőnek talál, akkor nagyon nagy a szankció kötelezettsége, és ezért ezt nem vállalja fel egy cég sem, hogy tehát először mindenki magának bevizsgáltatja. Milyen kockázatai vannak ezzel szemben a házi, otthoni pálinka főzésnek? Hát miután a kontroll az eléggé alacsony szinten van, tehát sajnos előfordult már, hogy felrobbantak ilyen főzőberendezések, volt, aki már életét is vesztette, illetve hát ezek az egészségi határértékek nincsenek vizsgálva. Tehát hogyha nem megfelelő szaktudással végzik ezt a tevékenységet, abból nagyon sok rossz dolog is kisülhet. Hogyha január 1 kapcsán visszamegyünk, akkor most az összes előállított párlatnak mondjuk a fele az vissza fog vándorolni azokba a kontrollált bérfőzdékbe, ahol szintén nem kell most már adót fizetni. Tehát ott valamilyen kontroll van, ott nyilatkozik a főzető, hogy nem tel be cukrot, saját gyümölcséből készült, stb. Tehát ott egyfajta kontroll van. Miért kell különbséget tenni pálinka és párlat között? Ez egy jövedéki törvénybeli megkülönböztetés, pont emiatt, hogy ami pálinka, az garantáltan magyar gyümölcsből, hozzáadott cukor nélkül, ellenőrzött körülmények között lefőtt termék, és onnan lehet megismerni, hogy van rajta egy pálinka zárjegy, egy barna zárjegy, a boltban ezzel találkozik a fogyasztó. A párlat az nem biztos, hogy tartalmazza ezeket az előírásokat, és emiatt azon nincs is pálinka zárjegy, és ezért a törvény ezt párlatnak nevezi. Próbáljunk objektívek lenni. Milyen pozitívumait sorolhatjuk el annak, hogy van ez a lehetőség egyáltalán, és hogy ilyen sokszínű lett a pálinka és párlat paletta Magyarországon? Hát a pozitívumot, ha nézzük, akkor a lehetősége megvan mindenkinek, hogy ha van otthon mondjuk 4-5 köztmétebokra mondjuk, és akkor van egy 10-20 literes főző berendezése, akkor ő magának elő tudja ezt állítani. Vagy ha van mondjuk egy szilvafája otthon, vagy egy baracfája, akkor onnan akár szisztematikusan egyesével elkapkodja a barackját, és abból készít cefrét. Tehát ebből lehet nagyon szép termékeket készíteni, és a saját fogyasztásra el tudja fogyasztani, és akkor egy büszkeséget okoz neki, hogy ez az övé. Én azt látom, hogy egyfajta a kreativitásnak egyfajta igen. Megélése ez férfiak körében különösen. Igen, igen. És tehát egy kis verseny egymás között, hogy kinek van jobb és finomabb pálinkája. Így van. Tapasztalja ezt, tehát talál olyan párlatokat, hogy legyünk hivatalosak, abban a termék palettán, ami a látókörébe kerül, amire azt mondja, hogy fú, igen, ez tényleg jobb, mint amit nagyüzemi szinten lehet előállítani.
Tehát itt kapcsolódnék a több mint 10 éve. A Szatmár-Belügyi Pálinka lovagrend belül szoktunk ilyen párlatversenyeket készíteni. Pont az ilyen magánfőzött és a bérfőzött ételeknek a javítása érdekében, hogy az emberek ismerjék meg hogyha egyszer hobbiként végzik, akkor legyen tényleg egy nagyon jó termékük, és ebbe próbálunk segítségükre lenni. És valóban ez van, hogy a minőség egyre javul. Tehát egyre komolyabban veszik, tényleg akik szívvel, lélekkel elkötelezett hobbisták, tényleg vannak nagyon, nagyon szép termékek, csak hát ott egy-két literről beszélünk, tehát aki elhozza a versenyére, előállított termékét, már nem marad belőle annyi, hogy ottan a barátait megkóstolhassa, tehát ott inkább beszokott a gond lenni. Ha már a Pálinka lovagrendet szóba hozta, milyen céllal és mikor alakult ez a lovagrend? Hát ez 14 éve alakult, és pont ez volt a célja, hogy a Szatmár Beregnek a két legfontosabb gyümölcsét, a Szatmári Szilvát és a Szabolcsi Almát népszerűsítsük, mint a gyümölcsöt, mint pedig az ebből készült pálinkát, és a fogyasztókat is nekik meg szeretném mutatni, hogy ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, mint gyümölcs nagyhatalom, mert ezen kívül még az újfehértói Fürtös megy is ebben a megyébe terem, és az összes pálinkának a kb. 25% ebben a megyébe állítódik elő a kereskedelmi főzdék miatt, és meg szeretném mutatni az ország többi lakosának is, hogy jöjjenek el, nézzék meg, bizonyosodjanak meg róla, hogy igenis ez a Szatmári Szilva nem csak 150 éve egy nemzetközi valuta, hanem valóban egy fantasztikus termék. És akkor emellett még ebből a szilvából még készülnek lekvárok, aszalványok, tehát ide, hogyha ide jön valaki egy ilyen körútra, akkor egy ilyen gasztronómiai élménysorozatba is részt tud venni. És időközben a maga a pálinka hungarikum lett. Ez mennyiben befolyásolja az önök tevékenységét? Hát ez különösebben nem befolyásolja, hogy büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan úton járunk, ami néha egy kicsit göröngyös, de hiszek abban, hogy ez a végén a célja, tehát hogyha az elmúlt 11 néhány évnek az átlagát nézzük, akkor jó irányba haladunk, a pálinkát tudjuk népszerűsíteni, egyre jobb minőséget állítanak elő mind a kereskedelmi főzdék, mind a bérfőzdék, mind a magánfőzdék, és egyre több turista látogat a vidékünkre, és viszik ennek a teljességnek a hírét. Mindemellett azért nem lehet említés nélkül hagyni azt, hogy Magyarországon azért az alkoholizmus elég komoly népbetegség és nagyon komoly károkat okoz. Hogyan lehet ezt a két tényezőt, ezt a két ellenpólust valahogy úgy összesimítani, hogy mind a két állítás önmagában azért megállja a helyét, de valahogy ez ne az alkoholizmus irányába vigye a pálinka népszerűsítése és a főzés terjesztése? Hát ez semmiképpen abba az irányba megy. Tehát, hogyha megnézzük, meg eleve a boltok polcain mindenki tapasztalja azt, hogy a pálinkának általában az árfekvése magasabb, mint a legolcsóbban hozzájutható alkohol terméké. Tehát ebből az következik, hogy az alkoholisták nem a legdrágább pálinkákhoz fognak nyúlni, hanem inkább egy alacsonyabb árfekvésű termékhez. És nyilván egy-egy kóstolások alkalmával azt is népszerűsítjük, hogy milyen pohárba kell ezt kóstolni. Tehát ugye pálinka az egy életérzés, az egy fogyasztási kultúra, meg szokták azt mondani, hogy értéket mértékkel fogyasztunk, tehát egyszerre csak ilyen, én nem is szoktam csak maximum 2 centit kiönteni egyszerre egy pohárba, és az szépen lassan elfogyasztva egy élményhez jut a fogyasztó. És akkor ez pont szembe áll az alkoholizmussal. Ugyanakkor a saját főzés terjesztése vagy terjedése, az meg vezethet az alkoholizmus irányába. Talán a lovagrendnek éppen ebben is lehet funkciója, hogy inkább azt a vonalat erősítse, hogy ez a minőség felé vívő törekvés, ami valóban a kreativitásról szól, és ebből a jó értelemben vett versengésből, hogy kinek igen. Van minél. Hát nem is Szatmár-Beregi párlat lovagrend, hanem Szatmár-Beregi pálinka lovagrend vagyunk, és éppen emiatt a pálinka irányába vagyunk elkötelezve, és pontosan ez a minőségjavítás, és az értéktisztelet, meg a lovagiasság, ez mindezek a legfőbb erények, amit szem előtt tartunk, és úgy gondoljuk, hogy ezek az alapértékek, ezek meg kell, hogy maradjanak, és ezen a mesdjén tudunk tovább menni. Mi az ajánlása a lovagrendnek a kulturált pálinka fogyasztásra? Hát természetesen akkor a tájjellegű Szatmári Szilva pálinkánkat, illetve a Szabolcsi Alma pálinkánkat javasoljuk fogyasztani, bármelyik
térségben találkozó cég részéről, de természetesen én, amit én főzök, azt tudom legjobb szívvel ajánlani. De milyen mennyiségben, étkezés előtt, után, hogyan érdemes? Hát azt mindenféleképpen lehet. Tehát ez általában a pálinkát ilyen 19 Celsius fokosan fogyasztjuk. Mindenképpen javaslok ilyen tulipán formájú kóstolópoharat, ugyanis ebben az illatélmény sokkal intenzívebb tud lenni, és hogyha szépen kortyogatva elfogyasztjuk, az akár evés közben, vagy evés végén is, tehát mindenképpen jól esik, tehát mindig lehet fogyasztani, kinek hogy esik jól. És lényeg a mértékletesség. Értéket mértékkel. Csobolya Attila, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk. És köszönöm szépen. 20%-kal csökkent tavaly a halálos közlekedési balesetek száma a magyar utakon, miközben az ezekben elhunytak száma mintegy 150-nel mérséklődött egy év leforgása alatt. A legtöbbször továbbra is a gyorshajtás okozza a bajt, de a sebességhatárok betartása mellett is számos más dologgal járulhatnak hozzá a járművezetők ahhoz, hogy mindenki épségben hazaérjen. A koronavírus járvány mellett történtek azért jó dolgok is tavaly. Kedvező adatok láttak napvilágot nemrég az elmúlt évvel kapcsolatban. Történelmi mértékben csökkent 2020-ban a közlekedési balesetben elhunytak száma. A legutóbb 65 éve, 1956-ban volt alacsonyabb ez a mutató, derült ki egy rendőrségi beszámolóból. Noha a végleges adatok csak január végén lesznek ismertek, a jelentés szerint tavaly mintegy 450-en haltak meg az utakon, csak nem 150-nel kevesebben, mint egy évvel korábban. A pozitív tendencia nálunk is megfigyelhető volt, függetlenül attól, hogy decemberben 3 halálos kimenetelő közlekedési baleset is történt a megye útjain. Egy volt a helyszínen halálos, 2 pedig kórházba szállítás követően, és nagyobb figyelemmel kell, hogy közlekedjenek, de valóban a halálos balesetek tekintetében jelentős csökkenés történt. Ez egy nagyon örvendetes dolog, független attól, hogy a technika lényegesen fejlődik, nagyon sok gépkocsi van az utakon, rengeteg a gépjármű, ebbe beleértve a motorkerékpártól, a teherautó, a kamionig, a nyergesontató, és ugye a rengeteg személygépkocsi. Legtöbb esetben személygépjármű vezetők okoz a balesetet, illetve a halálos baleseteknél is jelentős szerepet játszik a személygépkocsi. És az legelszomorítóbb az, hogy ezek a balesetek mind főútvonalon történtek kivétel nélkül. A 38-as számú főútvona, a 41-es számú főútvona és a 4-es számú főútvona játszott szerepet ezekben a balesetekben. A 4-es számú főútvona Nyíregyháza belterületén még december 3-án délelőtt történt gyalogos gázolás kijelölt gyalogátkelőhelyen. Hát attól jobban nem lehet kialakítani azt a gyalogátkelőhelyet, ahol a kereszttábla már zöld keretben van, piros a zebra, és tudjuk azt, hogy nagyon sok esetben a járművezetők figyelmetlenül közelítik meg az átkelő helyet. A másik baleset a 38-as számú főútvonalon történt december 22-én, akkor már korlátozottak voltak a látásviszonyok, Nyíregyháza és Nyírtelek között, azaz Füzesbokornál, amikor egy személygépkocsi frontálisan ütközött egy kamionnal, egy nyergesontatóval, inkább így, és a legutolsó baleset az év utolsó napján történt, ami december 31-én a 41-es számú főútvonalon, mikor gyalogos gázoltak el. Sajnálatos esetek, és nagy forgalmat bonyolítanak az említett főútvonalak. A halálos közlekedési balesetek száma 20-a, személyi sérüléssel járóké 17%-kal csökkent egy év alatt, ezekben 4000-rel kevesebben sérültek meg, mint 2019-ben. Jelente a kijárási tilalom miatt jóval kevesebb a gépjármű az utakon, ez is hozzájárult a javuló adatokhoz. Viszont nappal sűrű a forgalom. Ugye reggel 5 órától este 20 óráig sűrű forgalommal kell számolni városszerte, megyeszerte, és a megyében azért vannak olyan városok, amik hatalmas nagy vonzáskörzettel rendelkeznek, például Kisvárda, Vásárosnamény, akár említhetnénk Kemecsét is, vagy Nagyhalászt, Ibrányt, illetve Kisvárda közelében Záhony fele a 4-es főúton is hatalmas nagy a forgalom, és hozzáteszem, nagy az idegenforgalom. Például 471-es számú főútvonal, 49-es számú főútvonal, 491, 471 hatalmas nagy forgalmat bonyolítanak, és hát beleértve természetesen a 41-es főútvonal. Úgy lehetne összegezni, hogy ami országhatár állomások fele vezető főútvonal, az mindig nagy számú idegenforgalmat is eredményez, nagyon sok a külföldi kamion, külföldi rendszámú gépkocsi, kis buszok például, ugye meg vannak pakolva, 80-90 utaznak,
és nagyon sok esetben a fáradtság is balesethez vezet. Tudjuk, hogy a múlt évben, és már ebben az évben is volt olyan, hogy elalvásból adódott a baleset, amikor tömeges esemény történt, de szerencsére tragédia nem. Tehát elalszik a járművezető, neki hajt a szalakorlátnak, majd fölborul, például az M3-as autópályán. Hát itt ugye teljes pályazárat kellett elrendelni. Az autópálya rendőrség, az autópálya mérnökséggel, a Magyar Közúttal azonnal elrendezi az autópályazárat, és terelik az autópálya forgalmát azonnal le, majd a későbbiekben akár a leállósávon is megindulhat a forgalom. Bordás Béla szerint a kedvező trend a fokozott rendőri jelenlétnek, valamint a trafipaxoknak és vidakameráknak is köszönhető, amelyekkel elsősorban a szágoldozóknak üzennek hadat. Tudjuk azt, hogy a gyorshajtásnak igen nagy ára van, és a legtöbb baleset az mindig, ami halálos kimenetelű, gyorshajtásból adódik. Tehát itt úgy kell érteni, hogy 50 km/h maximált megengedett haladási sebesség lakott területen belül, de azt nem azt jelenti, hogy a kijelölt gyalogátkelőhelyet is ennyivel szabad megközelíteni. Ha gyalogos mozgást észlel a gépjárművezető, akkor fékészenlét állapotban közelítse meg az átkelőhelyet. Azt szoktuk mondani, illetve az igazságügyi műszaki szakért és több esetben megerősíti, hogy 17 km/h, illetve 34 km/h közti sebessége, ha valaki megközelíti a gyalogátkelőhelyet, akkor nagy valószínűsége van annak, hogy nem fog történni halálos baleset. A gyalogosokra pedig, aki korlátozott látásviszonyoknál, láthatósági mellény nélkül, főútvonalon, éjszaka, ahol nincs közvilágítás, kint tartózkodik, gyalogol vagy keresztbe az úttesten át akar haladni, annak is nagy a kockázata, az is esetleg tragédiához vezethet, és a szabálytalan előzésnek, amikor nem jól méri fel a járművezető, mint a 38-as számú főútvonalon a szemből érkező teherautót, akkor nyilván már az előzését nem tudta befejezni. Frontálisan ütközött a teherautóval, annak vezetője képtelen volt, hogy elkerülje a balesetet, és ebből adódott ugye szintén a tragikus baleset, ami halállal végződött, és még kiemelem, hogy még volt súlyos sérültje is az esetnek. Tehát én arra kérek mindenkit, hogy ne lépjék túl a megengedett maximált haladási sebességet, nagy figyelemmel közlekedjenek, és a vezetők pedig arra is ügyeljenek, hogy próbálják meg kivédeni a más jármű vagy a partner járművezető a hibáit, egy kis tolerancia, egy kis udvariasság, előzékenység, ezekkel minden elkerülhetők az említett balesetek. Kedves nézőink, eddig tartott ma 35 perc című műsorunk. Ha tehetik, nézzék szerdai adásunkat is, amelyben szó lesz az online nyelvvizsgák eddigi tapasztalatairól és a megelőzés fontosságáról is a Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda aktuális tevékenységén programjaink keresztül. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!